Kencs. You think the Jace. Üdvözlünk ismételten minden kedves nézőt, itt is vagyunk az InterExtreme Masters fantasztikus bajnokságánál, ahol jelen pillanatban nem más zajlik, mint a tiltási és választási fázis. H2K, illetve Rox Tigers, BO3-as, Buci van velem, sziasztok! Haligali mindenkinek, pontosan végig is pörgök gyorsan a tiltásokon. Pörög! Piros oldalról Rengá, Camille, illetve Jace került tiltólistára, míg a másik oldalról LeBlanc, Ash, illetve Zyra, és a Rox Tigers mivel kék oldalon van, az első választás jogával élve elhozza Váruszt, azaz azt a lövészt, aki talán ebben a 7.3-as metában az egyik legerősebbnek számít, és tényleg az a távolság, azok az átütő nyilvesszők sokkal jobban tudnak adott esetben fájni, mint egy Jhin 4 felvonás, amivel remekül lehet kezdeményezni, meg van a Jhin kritikusban is bőven a lehetőség, illetve a plusz lekötés az mindenképpen jó. De hogyha valaki szépen pontosan lövöldözgeti az átütő nyilvesszőket, az bizony elég sok embernek képes olyan komoly fájdalmakat okozni, ami pont azért, mert átütő nyilvessző nem nagyon feltétlen számítaná rá. Illetve nagyon-nagyon fontos az, hogy úgy kell pozícionálnod minden egyes ilyen átütő nyilvesszőnél, hogy aztán rendesen futni kell előle. És még van egy olyan ultia, amiről nem is beszélünk, hogy arra akár még Shyamu is érkezhet. Főleg egy ilyen kompozícióban, ahol mondjuk Malzahar lenne mellett a támogató játékosként. Kirázott a hideg egészen konkrétan. Tehát, hogy nagyjából olyan, mint egy Zyra-es kombó, csak még ráadásképpen, ugye maradjunk elég, egy kicsit könnyebb rendesen célba vinni a képességeket, hiszen a pokoli marok azonnal megszorít téged, ahogyan az átütő, pontosabban a romlás lánca is. Érkezik amúgy akkor tényleg a Malzahar, és dzsungelbe jöhet egy második lövész a Rox Tigers részéről, egy olyan lövész, akinek nagyon fontos a kibontakozásában, hogy az ösvényeken legyen tömegirányító képesség, mert neki nincsen. No. Ez az alsó ösvénye már adott, és nem egy olyan óriási sebzéssel rendelkező dzsungelest láttunk már, aki Graves-el jött, és a csapata ezt jól ki tudta használni. Megnézzük, hogy Sangwan részéről lesz-e ennyi sebzés. Azt gondolom, hogy most az H2K-nek vagy azt kéne választani, hogy elhozok egy nagyon tankos felső ösvényest Odoamne kezébe, és a második két választásomat top lane-re ütöm ki. Tehát most elhozom ezt a Maokai-t, nagyon jó választás, és tiltom Poppy-t, meg nem tudom, Nautilus-t, vagy tiltok pár felső ösvényest, hogy ne nagyon tudjon Lindarang valahogy tankosítani, mert ezzel, hogy fölfette azt a kártyáját a Rox Tigers, hogy a dzsungelbe Graves-t hoz el, és a támogató pozícióban ott van Malzahar. Valahol én úgy gondolom, hogy a felső ösvényen kéne megfogni ezt a felállást. Még a fióra is mindenképpen jó. Off-tankként azért ő is egy olyan bulldozer, aki mindenképpen elég erős lehet a játék végső szakaszában. Mert a középső ösvényre, Mikire én nem feltétlenül gondolom, hogy kéne bármit is tiltani, mert elhoz valamilyen karaktert, azt csókolom. Az első választás jogával így is úgy is az H2K él, vagy élhet. Tehát, hogyha mondjuk Febivennek egy szindret akarnának adni, vagy bármi olyan OP-b hőst, amit talán el kéne venni Mikiktől, akkor sem feltétlen kéne elhozni, és pontosan ott van a Shen. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit hoz Lindarang, de én azt gondolom, hogy ebbe az egész szituációban muszáj lesz a Rox Tigersnek valamiféle, ha minimális is, de tankosságot azért elhozni. Még akár egy Kled is lehet elég tankos, amíg fent van a kis barátja, a Skarl. Skarl, Tom Kench, illetve Miss Fortune. Che, ezekkel van. A karakterekkel nem is játszhat már. És Che-nek pedig pont, hogy Tom Kench még akár jó is lehetett volna, a bekebelezése megvédte volna a lövészét, vagy valaki mást is. Ám így az H2K oldaláról nyitva maradt még ugyanúgy a támogató játékos pozíció, most már reagálhatna, tehát azt kéne elhozni amúgy alapvetően. Jöhet egy Nami is, de akár egy Karma, ezt megszoktuk. Ugyanúgy érkezik egy ilyen páros Nuclear Jhin, Che pedig Karma. Ez lesz, kérem szépen, ismételten. A kérdés, hogy mit akar ma, tehát, hogy mit akar ma ezzel az egésszel elhozni, miközben így Miki rácsaphat arra a Syndrára, ami mindenképpen egyrészt a középső ösvényen bődületes mennyiségű sebzést képes kiosztani magából, illetve így egyre több és több olyan mozgásgátló tényezője lesz a Rox Tigersnek, amit egyébként a felső ösvényen valahol hanyagolni is lehet. Na most, hogyha elhoz egy Gangplanket Lindarang magának a felső ösvényre, akkor ott lesz az a nagyobb probléma, hogy
oké, sebzés bőven van, viszont hogyha egyszer beindul odoámni, és nem, ott van a Nautilus. Aha, kellett. Kellett, nem, az nagyon kockázatos lett volna, mert hogyha odoámnénak a maukája beindul, és valakit ki tud szedni a csapatharcból, akár Sangwan, akár pedig Sangyunnak a karakterét, akkor igazából bármennyit is robbantgatott. Na ez egy nagyon érdekes döntés lenne, és szerintem nem fogja meghozni Febiben. Lehet, hogy hát azért, figyelj, emlékszel a Febiben AIM-ek zedjére? Egyszer-kétszer már kiégett ettől a karaktertől, amikor elég csúnyán megbüntették. Jó, kire tud rámenni? Tehát nagyon óvatosan kell, de a dzsungelesre rá tud mozdulni. Sangyunt ki fogja tudni fókuszálni, ha arról van szó. De ugye a legnagyobb probléma itt szerintem az, hogy mind Sangyunnak, mind Mikinek, azaz Syndrának, és még talán amúgy Gravesnek is van válasza. Tehát ha bejön a Zed, akkor romláslánca, átütő nyilvessző, menekülök, minden, szia. Szóval alapvetően van esély arra, hogy legyen válasza a játékosnak, akire rámegy. Egy csapat küzdelem során ez nyilvánvalóan másképpen bontakozik majd ki. Jól kell pozícionálni a Febivennek, viszont például nagyon erős ösvény ellenfele van. Tehát pont egy Syndra olyan szinten megpróbálja majd őt piszkálni, hogy Febiven hős mechanikája múlik szerintem, mint nagyon sok minden. Tehát Zedet ki lehet venni a játékból, azonnal átoknyelőt kell vásárolni, ez biztos, ami például a halálosság fókuszát csökkenti, tehát később jut el azokhoz a tárgyakhoz, amivel a halálosságot igazán tudja majd kivitelezni, és erre szüksége van minden fizikai sebzéssel rendelkező hősnek manapság. Nem, de egyrészt igen, mindenképpen kell már mint Zednek venni egy átoknyelőt. Mondjuk kérdés az az, hogy mennyire tudja megjátszani a játék korai szakaszát Miki, mert ő is kényszerülhet egy viszonyon a korai kereső karvértjére. Ha nem is fejezi be az anyahomokóráját, attól függetlenül a kereső karvértjét, azt mindenképpen érdemes lehet megvásárolni. Igen, ha túlságosan akar vért, akkor mindenképpen egy ilyen választásra kell majd Syndrának hagyatkoznia. Úgyhogy vágd ezt az arcot, a mém arcot. De azt nem tudom, az most egyszerűen nem tudom milyen, nem tudom milyen hasonló, volt ez a mém arc. Jó lesz, jó lesz. De attól függetlenül pontosan kényszeríthetik egymást az ösvényen olyan tárgyválasztásnak, amire egyébként hát nem feltétlen kéne, hogy rögtön elsőként menjenek. Viszont most jön a kis rövidke zene, és nézhetjük az Ace-tüke, illetve a Rocks Tigers játékosait.
Üdvözlünk ismételten minden kedves és kedvetlen nézőt. Itt vagyunk az Intel Extreme Masters Katowice-i állomásán. Így van, az nem EI, hanem IEM Katowice-i állomásán jelen pillanatban. Ez az első világbajnokságának az utolsó fázisa. Viszont túl vagyunk a szétlövésen, az A-csoportba pedig az A-csoport felső ági döntőjébe való bejutásért megy a küzdelem. BO3-as szériában megyünk is a képre, a játékra, hiszen betöltöttek most már a játékosok az idézők szurdokába. Rock Tigers a kék oldalon, míg az H2K a piros oldalon jelen pillanatban. És 1-0-ra vezet a Rocks. Pontosan BO3, tehát hogyha most a Rock Tigers meg tudja nyerni ezt a mérkőzést, akkor bizony ő megy tovább, és majd, ha minden igaz, akkor szombaton fog játszani legközelebb. Ha az HDK ezt megnyeri, akkor jöhet az utolsó döntő küzdelem. Viszont ebből a meccsből, aki veszít, az nem veszít úgymond túlságosan sokat, mert az alsó ág második mérkőzésébe fog majd becsatlakozni, a holnap kialakuló vesztesekkel fog majd játszani, tehát még nem ér véget számára ez a rendezvény, még mindig van esélye bekerülni, akár a döntőbe is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy most ezen a mérkőzésen az H2K valami olyat alakítson, amire tud válaszolni. Igen, Jankosz is közben. Nagyon jól lehet ezt Sangwant, illetve Mikiéket piszkálni. Közben Miki visszapiszkált. Visszapiszkál, ugye. Odaám néz, segít, de itt akció van, kérem szépen. Jankosz képes a sújtással elhozni a pengecsőröket, de ennek ára volt. Míg a vörös szeder hátat elhonza Sangyun, és ki. Nagyon szép kombó ráadásul. Meg is kapja Sangyun, így van. És Sangwan pedig a pirosat. Kész, minden pirosra ráfordul a kék oldalról. A Rock Tigers abszolút agresszív kezdés. Nem elég, hogy a vörös szederhátat még az ősi krúgokat is el fogja hozni Sangwan, aki a Graves-el meg is teheti ezt egyébként, viszonylag gyors így lesz van neki. A minion takarítással nem is feltétlen kell túl sok gyógyitalt használnia, főleg azért, mert hátra fogja lőni mindig az ő stukkere, az ő kis lefűrészelt csövű sátgánya. És ugye tapasztalati pont előnnyel érkezett ki a Rock Tigers alsó ösvény párosa a piros elhozatala után az ösvényre. És egyrészt farmban is vezetni tudott most Nuclear-rel szemben Sangyun, és így meglépte hamarabb a második szintet. Míg Chey az, aki ezt a kettes szintet befejlődte most az H2K oldalán. Febivennél égetés van Zeddel, míg Miki egy kifárasztással jött. Innentől kezdve van megint csak egy olyasfajta reakció a beugró Zedre, hogy kifárasztás azon nyomban. És az általánosságban elég. Tehát ha jön egy Zed és megkapja a kifárasztást, akkor nem lesz benne elég sebzés. Jankosz lebukott. Jönnek is azonnal a pingek, Febiven nem is tud normálisan reagálni, nincs ezzel gond. Jankosznak van egy szabad dzsungel része, ezt kihasználja, pengecsőröket. Na akkor lesz szomorú, fel, amikor nem lesz ott a piros. És nem lesz ott. Hoppá, viszont a felső ösvényre érkezett Sangwan. A torony agróval, még akár trükközhet is amúgy Lindarang, szintén oda, méretre a kérdés, hogy kitart a helyezkötés. Jó, nagyon szép a természet feletti ugrás, de a torony közben Lindarangot lövi, és túléli, ahogyan Sangwan is, de mennyi sebzést evett meg. Nagyon szép játék Odoamnétől, miközben Miki egészen nagy bajban lett, de jó, a kubó utolsó hálószeme az első gyilkosságnak Kinlandol. A First Blood King-en Jankosz elhozza bizony. Kettő darab villanást is áldoztak ezért az egy gyilkosság, illetve hogy az égetés is kiment Febiventől. Míg a felső ösvényen bármilyen szépen is játszotta meg Odoamnél a természet feletti ugrás, illetve még a misztikus földbecsapás párharcot. Jó, a némi ki? Az nem gyenge? Nem jött ki a gubó, ha én ezt jól láttam. Ó, szép villanás kitől. De hát ennyi, elszámolta magát a Rocks. Kifárasztás és villanás, így viszont hát forma-forma legalábbis az a csere, amit az idézői varázslatok terén játszott meg most az H2K, illetve a Rocks.
nagyon szép a természet feletti ugrás, ezzel a vasmacskával nem talált Linda Rang, mert pont már a föld alatt volt kicsi fa, amikor nem lehet őt célozni. Agresszív és eléggé gyors és akciódús kezdés a második mérkőzésen a Rocksteigers és H2K összecsapásának. Komoly kis meccs lesz, úgy azt kell, hogy mondjam. Tehát úgy azt akartam még egyébként a felsősvényes rajtaütésre mondani, hogy sem Lindrang, sem pedig Sengwan nem használta el villanást, hogy úgy jöjjen ki a torony alól. Tehát nagyon sok sebzést megettek, és Odamnit sem tudták elvillantani. De hát azért ez egy alapvetően eléggé kockázatos lépés volt tőlük. Szép a kóros látomás, illetve hát a kis üresség lény végül nem követi, és visszatér saját gazdájához, Malzárhoz. Megint jó a némítás, viszont Csay ki tudja még adni közben a kis láncát. Ugye érkezhet Graves is Febivenre, de jó a gyengék szétszórása, Febiven arrébb tud menni, jó az árnyék management. Ki is itt volt, ha ő már mondjuk 6-os szintű, akkor nagyobb bajba lett volna az a Febiven, de hát ez még nagyon messze van. És amúgy érdemes megjegyezni, nagyon szépen visszadolgozta a farm hátrányát időközben Odoamné, mert nagyon le volt maradva Linda Ranggal szemben, aki hát a más nem abból látszik, hogy tudott venni Linda Rang, ugye? Egy fekete pecsét gyűrűt, jó a Gubo Sangwanra, és itt van ráadásul még Febiven is, ho! Grave, second Blood King! Wow. Minden! Ilyenkor ismételten elhozta ezt, és ez egyébként nagyon jó, gyors választás volt, egy cipő egyrészt le volt maradva a farmban, tehát mindig gyorsabban érjen ki, és gyorsabban tudjon elhozni táborokat, másrészt ezzel a varázs átütését, illetve a sebzését is növeli, úgyhogy mindenképpen egy jó döntés volt. Sangwan pedig azt mondta, hogy ő nagyon merész ezzel a Graves-szel, talán kicsit most túl merész is volt. Megint csak ellen dzsungelezni akart. Tény, amit én ki volt örszemezve a Rocksteigers részéről, csak pont azon az egy kis részén nem nagyon látott rá Janko székre, ahol egyébként érte ez a kis rajtaütés az ellenfél dzsungelébe. Sangyun pedig egy 10-es minion farm előnyt sikerült megszereznie úgy, hogy igazából ki nem volt ott vele, hát nem tudom. A felé Tamásnak biztos, hogy itt valahol a középsős mennyet van. Ezért is van nálam, hogy már szinte előny, amit meg is próbál most kiasszálni majd a Rocksteigers, hiszen jön Sangwan, aki ugyan még nem tud elhozni egy kékerősítés sunyiban, de érkezhet egy jó tobozzal, de kérdés, hogy a kékerősítés megkockáztatja, és így már a második nagy miniont veszi el a Rocksteigers az H2K-től. És nagyon rossz helyen van Miki egyébként. A középső ösvényen. Közben érkezhet, talál a romlás lánca. Nuclear pedig nem fogja tudni használni a végső képességét. Csay még él egyelőre. Ki pedig megeszik rengeteg a sebzése. Mikire váltottunk, Miki? Meghalt, halál létfelvonása. Még egy lövés van. Boom, headshot! Nagyon szépen beindult az H2K. 2-0-ás a csere. Ezért csupán egy gyógyítást kellett alkalmazni a Nuclearnak, ahhoz, hogy ő túlélje az egészet, miközben, hagyja már az alsó ösvényről visszaüldözték Sangyun, illetve Ki párosát, akkor Gyankosz ráfordul még az óceán sárkányra, és kicsit kihúzza, nem nagyon lehessen őrszemekkel rálátást biztosítani erre a sárkányra, és meg lesz bizony az első erősítése így az európai csapatnak. Hát ez már inkább az az H2K, akit a világbajnokságon is láttunk, illetve Európában talán már megszokhattunk. A magabiztosabb kezdés, a játék korai szakaszának kellő elhozatala. 4000-es arany előnyre már is szert tett a piros oldalon az H2K, és az átoknyelő, illetve a kristályos, illetve a keresők karvertje az bizony már meg is van. Tehát az a két tárgy, amit előre szerettünk volna egy picit vetíteni a középső ösvényen, az megtörtént, megvásárolták ezt, és végül megkapja a kéket, nem végül más, mint Febiven. Tehát nem tudta elhozni a második nagy szörnyet sem, nem tudtak ebből gyilkosságot sem elhozni a Rocksteigersek, úgyhogy egyelőre ez a nagyon agresszív kezdés, hát nem jön be. Tehát nem tudják befejezni ezeket a kezdeményezéseket, míg a másik oldal az H2K remekül reagál az egyedül maradt emberekre, gondolok itt Mikire például, és hasonlók. Hát kevés volt a kifárasztás, főleg ott segített Jankos, viszont Sangwan bajban van. Febivennek nem volt elérhető a haláljele, viszont tökéletesen haza lehetett küldeni a Rocksteigers dzsungelesét. Bum, meg Gubo!
Tehát ha csak megpróbálta volna Jankosszat, hogy van itt valaki? Egy vaggubum szerintem belefért volna. Szerintem is. De nem bízta véletlenre. De látták ugye őt, és érkezett volna amúgy Miki is a közelbe. De inkább a rálátásra ment rá az Istuki, és nem kockáztat a Rox. Mikinek pedig egyébként én úgy gondolom, hogy lassacskán segítségre lesz majd szüksége. Oké, minion farmolásban elég jól tartja magát, viszont attól függetlenül, hogyha folyamatosan... Ajaj, már is villam. Kattog, és elég is nem elég a sebzés a Gubu, még talán mikire, viszont itt van Lindarang is. Hövén életre folyamatosan csökken, de jöhet a második teleport, odaámni, és villan is ráadásul Lindarang életreje még kitart, de megjöttek a többiek is a hátsó sorból. Chainnek a belső ránger nem talál, halálnégy felvonása elérhető lehet, de a szélrózsa minden irányában menekül a Rox Tigers. Akció, reakció, válasz is van. Kéinek maradnia kell. Ó, a Gubó pedig egy ürességnére talál, ez szomorú Jankosztól. Pedig már később jelennek meg, ugye régen ezért volt rettentő zavaró a Mazár támogató játékos. Nehezebb volt kiszámítani. Mert alapvetően egy csomó ilyen képesség, mint a Gubó, vagy egy Morgana Q. Egyszerűen rögtön belement abba a üresség lénybe. Most egy picivel később érkezik az idézők szurdokába az ürességből ez a lény. Így azért könnyebben lehet ezt átlőni, vagy ezt kiszámítani, vagy átszámítani. A belső láng éppen még elcsípte. De erőből kijön szang. Nem jön ki, mert ehhez tudta kötni Csély. Viszont támogató gyilkosság nincs. Szóval, ahogy mondtam, kijön ebből. Szang Jung. Te se voltál még 100%-ig biztos. Nem. Főleg egyébként kijön, az, hogy... Kijön, nem jön. Főleg egyébként, hogy a kivirágzás egyébként gyönyörűen talált, és még utána is a lassítás és a lánc is le lehetett kötni. Nagyon jó játék volt most az éjstükeitől. És most ott vannak a szerendát, bejön az alsó esén, és egy kis lendületre volt szükségük. Tehát az, hogy Sangwon és Lindarang az első rajtaütést elrontották, az kulcsfontosságú eddig a teljesítményüket tekintve, de most érkezünk el szépen lassan a játék középső szakaszába, ahol még csak amúgy 1200-as arany előnye van az Istukének, az még kevés kell, ide egy torony. Na Miki, hol az Istenbe vannak felbűvenék, ezt kérdezi. De hogy itt van Jankosz is. Miki elhasználhatja a gyengék szétszorását, nincs a sötétség gömbje, de Jankoszra megy ki, nagyon szép. Febivent kicsit hátrébb löki, Jankoszt lekábítja. Ez egy gyönyörű, szép, prediktív színra játék volt, ahol az érkező dzsungelest is le tudta kábítani. És pont ez volt a lényeg, mert hogyha... Mert valószínűleg Febivent nem tudott volna úgy ráugrani, hogy nincs maga a Gubó. Tehát a Gubó kellett volna mindenképpen ahhoz, hogy még biztonságban Febivent kiossza magából a sebzést. Ezért neki is van már egy kis halálossága a fogazott törnek köszönhetően. Jomu szellemkarját pedig Nuclear tudta befejezni. Már. Illetve fürgeség cipőjével rendelkezik. Lassítások ellen mindenképpen jó lesz. Adam egy kicsit bünteti a felsősvény külső torját. És egyelőre a torony döntések, vagy legalábbis a torony rombolás szempontjából az H2K az, aki vezetni tud egy picit. Fél élet előre tudta ezt lecsökkenteni. Egyedül úgy adomni, hogy Lindarang nem használta ki a teleportját, nem. Inkább kisétált, elkap egy miniont, majd utána helyhez köti azt a miniont. Jó a visszavágás közben adomnétől, Miki pedig rettentő óvatosan kell most, hogy játszom folyamatos a babysit Febiven ösvényén Jankosztól. Így Miki jófalán nem is tudja, hogy mit szeretne. Ó, Febiben! Miki lejönik a végső képesség, de Febiben hova villansz? A bajba! Febiben, gyönyörű szép Zed játékot mutatott meg most nekünk. A különböző árnyék pozícionálás pedig volt neki egy olyan villanása. A francia csodagyerek, tehát hogy így... A francia csodagyerek, így van, de Miki inkább azt mondja, hogy francba a csodagyerekkel, mert hogyha a Febiben is az, akkor én most nagyon szívok. Hát három halála van, úgyhogy nagyon szív. Zunya homokórája rögtön be is fejezte ezt a tárgyat, míg Febiben is már... Jomu szellemkardjával rendelkezik. Na hát valószínűleg ezzel a Zeddel Febiben nem nagyon fog eltűnni. Már csak az a kérdés, hogy ha jól pozícionál és jó célpontokat választ, akkor könnyedén tudja majd robbantani mind a Sangokat, mármint mind Sangwant, mind Sangyunt, mind pedig Mikit. Bár azért még egy Zonya homokorájával, illetve az általunk is említett kifárasztással jól tud pozícionálni. Kedves Csé! Bizony, van ott egy őrszem.
erre nem akart elhasználni a lencsét, majd utána kénytelen volt. Hajjaj, Miki, ki fog tiltelni, hogyha még egy halált megkap, az biztos. Közben amúgy a második óceán sárgánt is elloszhatja az H2K gyönyörű szép ösvénye maradási képességet jelent ez számukra. Ennek köszönhetően azért ez az extra regeneráció, ez tényleg ez mindig jól jön. Fain eléggé. Fain, és ha már fa, akkor érdemes megérdezni, hogy a felső ösvénye még mindig kiegyenlített mind a kettő játékosnak. A farmja, viszont a tárgyválasztásokban vannak különbözőségek, és az, hogy Linderang már rendelkezik a higany léptekkel, az egy közel jövőben kialakuló csapat küzdelem esetében létfontosságú lehet, hogy a kábításokat ő tovább tudja tűrni. Meglátjuk, hogy ez kihasználásra kerül-e, most hazamegy amúgy oda, és ha Linderang nem akadályozza meg, de megakadályozta, úgyhogy még nem tudja pótolni ezt a lemaradást. Igények fél manán van az ő éppenséggel való bárja, úgyhogy ezért okosan kell majd ezzel az erővel is gazdálkodnia. Szép a kezdeményezés Linderangtól Odoamnéra, aki beúrik, de hát van mind a kettőjüknek egyébként végső képességük, miközben mind Febiven, mint pedig Jankoszál indult a felső ösvény felé, hát ha a cica harc komolyabb fokozódna, vagy legalábbis egy sebességgel nagyobbra váltana. Megint kezdeményez Linderang, maximális életlően van, de itt van Jankosz. Pontosan, Linderang még egyelőre kitart, a kubu elő villannia kell, és nagyon szép a végső képesség használata. Így megúszta ezt az akciót, de hát... Idézői képességek, tömkelege, amit el kell használni a közben Linderangnak. És ez a tipikus esete, amikor két kézzel üti a pofonfát, csak az a pofonfa egy maokáj volt jelen esetben. Addig provokálta, amíg jött a segítség, és végül, hát neki kellett visszavonulnia. Pofonfának jó pofája van? Ez is fa, meg pof, meg ilyenek. Miki, haza tudsz menni? Febiben éppen nem vett észre, úgyhogy nem küldött oda egy surikánt. De eléggé hátráltatva van kedves Szindránk a középső ösvényen, ő még csak most vásárol varázslók cipőjét, Febiben pedig próbálja ledolgozni a farm hátrányát. Jöjjön egy visszajátszás, hogy mi is történt Febiben, gyönyörű szép játékáról, haláljegye, kivillan ugyan a kifárasztás alatt, de pont már azt a toronylövést nem kapta meg, illetve pont elég életereje volt ahhoz, hogy még visszább tudjon menni. Nagyon késői volt Mikinek a kifárasztása, tehát... Illetve elég sok sebzés volt már Febivenben. Nyomolvasók tőle mindenki dzsungelesnél, ráadásul ugyanazon őrszemtakarítási potenciállal is rendelkeznek. Ugyanez elmondható gyakorlatilag mindenütt a pályán, mégis azt látjuk, hogy hihetetlenül defenzíven kell a Rockstigersnek működnie, folyamatosan takarít az H2K, és ezt ki is használják, Febiben is járja az ösvényeket, Jankosz is mindenhova próbál érkezni, Miki odaadhatja a kék erősítést Febivennek, hogyha utóbbi ezt nagyon akarja, de nem kapkodja el, hanem ugye csak... Elég a piszkálódás, bár, van, mert utána elég. Könnyebb lesz kiütni a nyerekből Mikit, hogyha még ott marad ezen alacsony életerő torony alatt. Sokkal nagyobb nyomást helyez most Febiben erre az ösvényre, mint amit Miki tudna. Pont ez mondtad az elején, hogy azért Szindrának azért kéne, hogy bőven tudja piszkálni Febiben oda-vissza, folyamatos kábításokkal azért lehessen őt kicsit büntetni. Viszont még Sengwan nem nagyon volt a középső ösvényen. Halálnék felvonása érkezik közben, Csé életereje nem fog kitartani, ő elfogy közben, Sengwanra is jön a sebzét, de Febiben pedig Miki ékszedik szét, jó a gubó, Jankosz tud-e kettőgyilkosságot elhozni? Omokora ott van, kis pokok, várunk anyuci, várunk, ígérem, óóóóóóóóóóó, bum, megvan végül, de hát... Még beleszólt Várusz is, nem akármilyen sebzése hátulról. De három embert veszített az H2K kettőért cserébe. A de kérdés, hogy ki hozza el előbb? Nézd azt a Linderang provokációt, azonnal pusztuljanak a minionok, és jönnie kell az ürességvényeknek is, meg Sangonnak is. Ez egy torony harc, amit a Rockstigers nyer, nem sokkal. Minimálisan, de attól függetlenül mind a középső ösvényen, mind az alsó ösvényen Nuclearit valószínűleg a következő minion hullámmal elhozza ezt a tornyot, nézzük meg mi is történik. Egyszerűen Csére megkapja a pokoli markot, és Sangwan volt kifárasztva, miközben egyébként át villannak itt
a világon is, Miki pedig utolsó utáni pillanatban még el tud villanni, kábítás, illetve felütés. Pont nem jött ki a felütés a felemelkedésnél, az volt igazából a hát szerencsétlen szituáció, úgymond Linderang részéről. De az átütő nyilvessző meghozta a sebzést, Miki pedig elhozta a gyilkosságot. Ki? Kéket kap Febiben, és sokkal pörgősebb az éstüké játéka. Pörögnek, forognak, rotálnak. Egyik ösvényről a másik ösvényre. Itt jön mindjárt egy sárkány, ott jön mindjárt egy ilyen dolog. Jankosznak kell takarítani egy kis őrszemet, miközben az üresség lények folyamatosan követik őket, de hát kicsit lelettek ők ám nörfelve. Olyan kis lassúak lesznek, miután elhagyják azt a bizonyos 600... mi az? Hatótávat. Sugár, vagy sugarát, távolságot. Az erről beszéltem, hogy ezen az ösvényen, itt még a középső ösvényen áll ugyan még egy torony, de hát ebbe is körülbelül kettőt üt az éjstükéj, és meg is lesz egy, kettő. Kettő azért sikerült, illetve még provokációra volt elég, de nem csökkent annyira az életereje egyik játékosnak sem, pedig az ilyesmi kulcsfontosságú. Ráadásul mellé megy a kivirágzás, Odoamné meg a végső képességét is elhasználja, de itt vannak a többiek, ebből baj lesz. Odoamné, mi van veled? Semmi! Hát majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy ez még egy toronyért lehet, hogy meg is érte az éjstükének. Előfordulhat, főleg, hogy még így a sárkányra is lehet, hogy opozíciójuk van, ami most egy head sárkány, hogy én azt jól láttam. Így van, most már látom a kis térképen is. Ennek köszönhetően, ha ezt megkívja az éjstük, egy kettő óceán sárkány, egy head sárkány, jó lesz. Jó kis menő. Én úgy gondolom, hogy Bodoennének a tornya... Három másodperc múlva, vagy öt másodperc múlva feléled, Jankosz egyedül akarja ezt elhozni, ezt a tornyot, és bármint ezt a sárkányt, miközben Lindrang azért annyit talán tud tankolni még ezen a tornyon, köszönhetően ennek, hogy azért eléggé tankos, hogy meglegyen, bár az utolsó pillanatban fognak megjönni majd a kicsi minionok, tehát legalábbis a Rockstigers, ha másban nem, de a torony célpontokban, a torony elhozatalakban megpróbálja tartani a lépést az éjstükéjjel, pont ezért nincsen nagy farm különbség, illetve nézzük meg, Sanguan nagyon sokat, nem csak táborminiont, hanem ösvényen is farmolt, viszont Jankosznak nincsen arai lemaradása köszönhetően négy gyilkosságban való részvételér. Hát az egy torony, első torony bónusz aranya, ami még úgy nagyjából életben tartja a Rockstigers, illetve az, hogy folyamatosan tud reagálni egy-egy torony döntésre a kék csapat. De meggyőző eddig az éjstüké játéka, csak kitartson ez még minimum 10 percig. Igen, a meggyőző és a legyőző között van azért mindenképpen különbség. Febiben kezdeményez Lindarangra, de azért elég halálossági sebzés még nincs benne, pedig ott van Jomus ellenkardja és az éjkardja. De jöhet a válasz, Sanguan tökéletesen használja ki amúgy képességeit, és piszkálódási potenciáját a Roxban, erre nincsen, van lehetőség. Isten, mennyi sebzés! Sanguan el tud menekülni, a kivirágzás végül jó kire, csavard meg azt a lövést, nuklir, így van! Közben jön a további sebzés, és kire haláljele Szevaszki, mert megy is vissza Febiben, az meg lesz valószínűleg, de ha nem is, akkor Sanguan megvan, kettős gyilkosság nukliren, és megúszta ki. Pedig hiába mondta a Fabian, hogy ki csinálok, nem jött össze, el tudod menekülni az a mazár. Most már csak Lindarang és Miki van itt, jó arángatást ére, de itt van Odoamné. Vasmacskát adsz, én pedig másfajt a cicát, úgyhogy elpusztíthatunk esetleg még téged. Nem biztos, hogy ez a legfőbb fókusz, hanem a torony. Viszont ösvénytakarítás van. Hú, nem viccel, egyik csapat sem. Ezzel egyetértek, és a kék erősítést pedig szeretnék mindenképpen ellopni. Erre a Rocktigersnek esélye sincs kimozdulni, meg is kapja Febiben, saját magának hozta el, plusz még egy ellenőrző őrszemet. Nézzük is, mi történt Jankosz, iszonyatosan sebez. Sanguanba csak a gyógyítás az, ami ideig óráig megmenti, majd Chainnek a visszaforduló ultia. Viszont Nuclear be tudja fejezni őt, és a kifárasztás még időben érkezett egyébként Febivenre, pont ezért nem láthattuk azt a temérdek mennyiségű sebzést. Időben használtál ki a kifárasztását Zedre, de ettől függetlenül neki is van már egy éjkardja. Ő is bónusz pajzsal rendelkezik. Jankosz nem látják. Jankosz annyira jól megbúvik azzal a kis pókkal, mint a sarokba,
elbújsz, és akkor... Igen, de hála az égre, hála az égnek, az jó esetben nem ugrik a nyakadba. Persze nem Ausztráliában élünk, ahol biztosan a nyakadba ugrik. Tehát Jankosz egy ilyen barátságos ausztráliai pók, hiszen azonnal megpróbál megölni, és nagyon hasznos benne. Ó, itt baj lesz, érkezik Linda Rang. Viszont Odoamni megint azt mondja, neked van vasmacskád, nekem pedig minden egyéb, úgyhogy vagy cseréljünk, cseréljünk, én meg a macska vagyok. Inkább így van, én pedig a macska vagyok, jó halálnét felvonása közben kiment, mennyire tudja megcsavarni ezt, jó a lövések sorozata, de Odoamni végül megha, be lehetett fejezni, Singvonon ott van a haláljele, de az kevés, Szerák már is aktiválva az ő részéről, ez volt a második tárgya, bölcs volt, viszont a kivirágzás jó Linda Rangra, de 1-0, 1-0, pontosan. Mondjuk ehhez egy iszonyat teleportos kezdeményezést és egy közrezárást kellett alkalmazni. Ahogy te is mondtad, a Sterak kihívása jó ötlet volt Sanquantól, ugyanis eznek köszönhetően, mivel az aktiválódott, nem tudta befejezni őt Febi Bebiven, akinek egyébként szépen lassan érkezik majd a harmadik tárgya. Odoamni visszaválaszolt a kezdeményezésre, viszont Jankosznak kellett villanni, ami azért eléggé fájdalmas. Így most már tényleg el kell bújnia egy-egy bokorba, és onnan kell jó gubót, vagy legalábbis közelről kell jó gubót lőni. Nincs meg a lehetősége. Meg a kivirágzása viszont ki nem sikerül ott tartani, így a kezdeményezésnek annyira Linda Rang pedig a párhuzamos ösvény tolás prezentálja itt nekünk. Nagyon jó előadást tart Odoamninak, viszont ez annyira nem tetszik. Ő akar inkább a pulpituson lenni, ebből még csapda is lehet, mert látták azt a Jint. Sangwan is itt van, Jagubo kiíre, viszont ez egy jó kezdeményezés. Jön a romlás lánca Jankosra, de mellé megy a gyengék szétszórása. Így a lekövetéssel sem lett volna elég sebzése Mikinek. Ez a kis pókokat szórta szét maximum. És egyébként az volt a fura, hogy Sangyun nem is a dzsungel részletbe lőtte át azt az áttönnyel veszőt, hanem inkább a folyóba. Tehát, hogy konkrétan ebbe a kis dzsungel buliba belővi azt az átütő nyilvesszőt, már is kétszer meggondolja az ésdüke, hogy akkor most kezdeményezzen-e. Uder nem. De most, hogyha Linda... Na, igen. Tehát, hogy most azért... De itt buli van, tehát Linda Rang kezdeményezni akar. Febiben is megmutatja magát, jön Jankosz is, de megint őrszemre megy rá. Ez látszik Febiben, még elhasználja Jomu szellemkarját, és Miki azonnal villan. Megjött Odoamné is. Azért a tisztelet Miki, megvolt. Miki bekaksizott konkrétan ettől az, a Febiben. Így van. Bónusz gyorsaság, aztán ő inkább akkor villanjunk. Sangyunra majdnem jó volt a kivirágzás. Az a be lehetett volna őt csapdázni, még egy kis lassítás Cséjtől. De ugye piszkálódásban egyértelműen a Rock Tigers lehet jobb. Hogyha sikerül neki kellő sebzést kiadni magukból itt távolról, akkor egy, de még lehet két embert is be lehet fejezni, hiszen Mikiben bőven van sebzés, Sangwan és Sangyun pedig szintén össze tudja hozni a pofoszkodást, ha arra van szó. Jön amúgy a negyedik sárkány az idézők szurdokába, körülbelül 2 másodpercen belül. Most. Ez pedig egy újabb lehetőség, most pedig arra megint, hogy egy harmadik óceán sárkánya gazdagodjon az H2K. És lehet, hogy lebecsüli az ember az óceán sárkány, de nem szabad. Tehát folyamatosan 3 óceán sárkány pedig aztán pláne olyan regenerációt ad csatán kívül, ami akár arra is jó lehet, hogy az ilyen piszkálódások esetében pont annyi életerő töltödjön vissza valaki, hogy utána merjen csapatküzdelmet vállalni. Nem csak életerőet, érted, hogyha mana hiányba szenvedsz, akkor is azért az mindenképpen jó, hogy regenerálódsz, miközben ki az, aki manzárral meg fogja vásárolni még egyszer. Ó, és ki egyelőre hatalmas problémában, de Csej szintén Febiben be akarja fejezni a kulcsot, így van. A kulcsembernek lőttek, mellé megy a gyengék szétszórása, így Sangyunt nem lehet eltalálni, jó a védekezés. Közben Linda Rang, mondanám, hogy bajban van, de ő csak énekel, Linda Rang, dang, 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 dang. Miközben kiment a megváltás a piros oldalról. Ez jó lehet, Odoamné tankossága most nagy mértékben csökken, de az inspiráció jó ritmust ad, arrébb lehet lépni, él a dzsungelesen Roxnak, csak támogató játékos nincsen, ez még kevés lehet egy baronna sor híváshoz, főleg, hogy rálátása arra van a Rock Tigersnek egy sutyerák személyében, és nem látják azt az őrszemet. Ha ezt elkezdik, most már igen, megvan, vállalni kell a kockázatot. A sutyerák fölnéz. Mi történik? Tehát Morano Mikont építette egyébként ki is magának
nem csak a középső ösvényes Miki, és 2K megkezdi a játék első baronna sorját, mindenki él a Rock Tigers részéről, abba is hagyják, nem talál közben a gubó, sem az átkő nyílvessző, kis, majdnem azt mondtam, hogy cica, az inkább pók volt, szeng van! Atya úristen, mekkora szerencs, hogy a... Úramisten, nem talál megint egy penge, pedig eltett volna, és ezt, hogyha az H2K... Na, azért megvan ki közben, Odo Amné tökéletesen, és a kivirágzásra nem lehet megölni végül valakit. Tehát Sungwannak haza kell mennie. És pont lejött róla a baronnasornak az agrója. A baronnasor köpött volna még egyet, ez konkrétan halál. Így viszont az H2K mivel Sungwannak haza kéne mennie, visszajött még de egyébként. Itt van. Megpróbálja, gyönyörű, szép, gyengék szétszorására van lehetőség, de nem jött össze, talál közben. A romlás lánca Febiben pedig bemegy, Febiben meghal, Miki kihasználta a homokuráját, és Odoamné megy tovább, lesz ebben elég sebzés, meghalt az ellenfél dzsungeles, Alani felvonása, amíg csak most érkezik, de lesz ebben elég sebzés, Lindarang minden tankol, beálltak, csé, még egy jó lövés. Ripet for users! Lindarangot belehet! Belehet csapdázni! Na, hova? Hova? Mozogsz, cica, mozogsz, bum, bum, bum! Ez hát, komolyan mondom! Ha itt lenne Nono, akkor kérnék tőle egy pelenkát, mert biztos van. Hát komolyan mondom, zseniális volt. És van megváltás is. De az igazi megváltás most az H2K-nek az, hogy sikerült egy ilyen akciót kihozniuk. Nagyon küzdelmes volt, de nézd meg! Jön az üresség lényekkel ki! Meglátjuk, hogy mennyire bátor. A baronnasor közben sebzi, de nuklear, puf! Ennyi. Itt vagy, te kutya, te puf! Közben Csé, ezt még túléli. Te kulcs. Meg is van. El is hozza Nuklir ezt a baronnasort, és tükély! Baronnasor erősítéssel most már folytathatja azt a játékot 6000, majdnem 6000 arany előnyben. Hogy hoz még egy-két tornyot, és egyszerűen elég merész volt egyébként az előző csapatharc is. Igen. Mert Sungyunra nem tudták befejezni Sungyunt, és ameddig Sungyun az átütő nyilvesszőkkel sebez egy csapatharcban, az rettentő kellemetlen lesz az H2K-nek, bármennyire is tankos legyen valaki, bármennyire is van ellenállása, miközben Sungwannak kell figyelnie Febivenre, illetve az ő árnyékaira. De hát Nuclear, 6-0-2-es. Annyi sebzése van, hogy összekakíja a bokáját. Vágod? Tehát, hogy így határtalan penge, távolra lő, illetve folyamatosan lövi a tornyokat is a gyors tüzelő ágyúval. Van most már egy kis páncél átütése, halálossága, minden, ami kell konkrétan, míg Febiben zedjére nem kell a tankosítás, maximum egy kis páncél, illetve egy kis életerő a fekete hasítóbárra, dal. Jó az elképzelés, nagyon, és a Rock Tigers valami rettentő jót kell húznia, vagy legalábbis hívnia ahhoz, hogy ebből most fordítson. Hát valószínűleg ezt a baronnasort, ha kivédekezik, akkor utána a következő baronnasorig kell túlélni magukat, és azt elhozva valamit lehetne talán kezdeni, de hát nem lehet Febiverre konkrétan egy emberrel menni. Mert olyan CC kell arra az edre, hát hogy, igen. Hogy minimum két emberes felügyelet kell rá jóformán. Alapvetően amúgy azt kell mondani, hogy Odoamné tökéletesen tartja ott Lindarangot, ahol kell, és mindig ez a probléma az ilyen felső ösvényesekkel, hogy mágikus sebzéssel pusztítják a minionokat, tehát jó ösvény eltakarítási képessége van Lindarangnak, de baronnasor erősítéssel szemben már kénytelen, kelletlen pusztulnak csak azok a minionok, miközben Febiben szintén párhuzamos ösvénytolástól, ahogyan Buci éppenséggel forrán öröset játszik rajtam. Nem, csak combon szúrtalak. Hát ezt ilyen mondom, is. Tehát... Jó, de ilyen fist weapon-nel, ami a Febivennek van. Értem. Közben a középső ösvényen szintén a torony offenzíva megy. Kiment a végső képessége is Sungwannak. Küzd Darox! Nem hagyja annyiban! Ez biztos! Most jelen pillanatban mennek is az a regenerálódni. Lindarang pedig amúgy állja a sarat, a torony már kevésbé, de Lindarang nem fog megdögleni, ha rajta múlik. És jó a kezdeményezés Mikire, ez ennyi. Tehát wow, azonnal meghalt, megérkezett közben Febiben is, és mellé ment alá negyedik felvonása, de ez így is elég arra, hogy zónázzon az H2K. Egy,
inhibitor torony megvan. Lehet, hogy Európa visszaszerzi becsületét, és a Unicorns of Love mellett még egy csapat tovább jut. Jade meg lehet rángatni, Lindelang benne van a buli közepében, csökkenés az életereje, ez csoda! Anya, fog le! Minden esetre bajban van, mind Lindelang, mind Sangwan. Ezzel szemben Odo Amné most kemény fánnak bizonyult a Rocksteigers esetében, és az éjstukér rotál, az éjstukér forog, nem megyünk haza, addig vagyunk itt, amíg tart a buli, és meddig tart a buli? Amíg itt vagyunk, úgyhogy az éjstuké folytatja tovább, ki itt lehet elkapni, pak-pak, túléled barátom? Nem. Dehogy élet túl, hát az a pusztított tűz, az, az durva, Sangyón, csatta minden, fájdalmas, a vasmacskát megmutatja Lindarang, de hát az ilyen mutogatásért van, akit lecsuknak, az inhibitor torony dől a középső ösvényen. A gyengék szétszórása, egy erős szétszórása sikeredett, így Odo Amné nem nagyon hatódik meg. Még egy inhibitor megvan, az H2K pedig visszavonul. Mert miért ne? Na most ez konkrétan egy minimum... Merünk most mondani a különbség? 1000, 4000... Minimum 6000-es baronna sor play volt, hanem 7. Miközben nézzük, hogy Sangyunnak rettendő kevés életre van, ezért nem figyel senki rá. Így el is lehet pusztítani Febivent, majd Odo Amné még beugrik, Csej semmi életerővel nem rendelkezik, és ugyan még kimegy Mikinek a halál négy felvarása, és itt van, nézd meg. Miért mozogsz? Miért mozogsz? Meg se kellett volna mozgni. Nem, az S betűt kellett volna nyomva tartani. Vagy fölállni a géptől. Nincs is S a pályán. Viszont sniperek annál inkább, mint Nuclear, mint pedig Sangyun elég jól lövöldözgetik mind a nyilvesszőket, mind pedig a lövedékeiket. És Febivel és Nuclear is meg tud már valamilyen szinten tisztulni, egy-egy sejemővel rendelkeznek, hogyha ki rájuk ugrana, vagy esetleg kijönne a romláslánca, egy jó kábítás, vagy valami hasonló szituációjából azért már ki tud jönni a két fontos sebzéshordozó. Siku 25-nek pedig köszönjük szépen a második havi feliratkozását. Közi szépen! Egy pillanat alatt megduplázta a feliratkozásának hosszúságát, azért az sem mindegy, ezt kell mondjam. Kemény, kemény. És ez mennyire nehezebb lesz egyébként. Így van, főleg szóval majd négy hónapnál ugyanezt elmondhatjuk neked. Igen, csak nem egy pillanat alatt, de ami lényeg, hölgyeim és uraim, hogy lehet, hogy lesz még egy utolsó mérkőzésünk. Sőt, nagyon úgy néz ki. Nagyon. Itt szerint... már csak az H2K tud hibázni. Mármint, hogy sokat is eladni. Kéne nekik. Érkezik Lindarang, de honnan? Könyörgöm! Taktaharkányból. Cseppelen porzik az út, mert jön Lindarang, és lehet, hogy jól érkezik Nuclear. Őt szeretné elpusztítani a hátsó sor, de közben meghalt Graves. Lindarang a buli közepében, ő most mindenkit megrángatok és megölök mindenkit, de nincs életerőd! Lelövi a löv... Nem a lövész lövi le, hanem Jankos pusztítja el közben Syndrát, Lindarang érkezése pedig csodálatos volt. Ám a búvárnak a víz alatt a helye. Na most Nautilusnak ez az ultia volt a leg... rosszabb ezen a mérkőzésen, mert senki nem ment át. Óha! H2K dozer. Pontosan, és az H2K szépít, hölgyeim és uraim! Jelen pillanatban az Interaction Masters katowicei állomásán az H2K képes volt megverni Korea egyik éltigrisét. De jön a harmadik mérkőzés, 1-1 az állás. Az első meccsen én úgy gondolom a Rocksteigers volt az, aki magabiztosabbnak bizonyult. Viszont az H2K-esek lehet, hogy régen játszottak ma. Tehát sokat kellett pihenniük ott a backstage-ben is hátul. Kicsit fel kellett, hogy rázódjanak. Nekik azért, meg a Rocksteigersnek is azért jobban működik a BO3-as széria. És most igazából én nem tudom megmondani, hogy melyik csapat fog nyerni, mert jó volt mindkét összeállítás a maga módján. De az, hogy Sangwan nem nagyon tudott semmit kezdeni az Alice babysitter a középső ösvényen, az szörnyű. Mert az a baj egyébként, hogy két gyilkosság után, ha oda megy még Sangwan, akkor őt is megölik. Igen, ugye ez hatalmas nagy probléma volt, hogy irgalmatlan sebzés sikerült a Febivenből kihúzni, és általánosságban úgy érzem, hogy nagyon jól tudott Jankos rotálni. Ugye, mint említettük az elején, nagyon rosszul járt azzal Sangwan, hogy elrontotta a Graves rajta ütést, ugye Lingaranggal, vagy ugye Nautilusszal. Nem, volt egy jó kérdés a cseten. És arra mondtam, hogy
Igen. Akkor az UA volt emel. Igen, sejtettem, sejtettem, hogy ez volt. Holnap pedig Diában fog játszani majd a Flash Wolves-el. 12 órakor érkezik majd a Unicorns of Love és a Flash Wolves mérkőzés. Most viszont volt ez szintén nagyon érdekes esemény méghozzá. Az, hogy Ikcsa feliratkozott. Köszönjük szépen a feliratkozást, nagyon kedves vagy. Üdv a feliratkozók táborában, és kellemes szórakozást kívánunk még a mai este utolsó mérkőzéséhez mindenképpen. Lesz. Illetve holnap délben kezdjük majd az Intel Extreme Mastersnek, hát a második körének mérkőzéseit, ahol, amiből egyébként ez az első mérkőzés a második körből, és holnap lesz még 3 darab BO3. Ez jön egy szünet, péntek, az szünetnap lesz, a akkor igen. Semmi nem lesz, nem lesz se NA, se EU, se semmi. Semmi, csak péntek. Csak péntek. Az pedig az én napom. Meg még az Animal Cannibals szeretőinek. Pontosan. És szombaton és vasárnap lesznek még Intel Extreme Masters katowicei mérkőzései. Szombaton 2 darab BO3, vasárnap pedig elődöntők, illetve döntő. Temérdek mennyiségű meccs áll még előttünk. Amúgy tényleg, tehát rengeteg sok mérkőzés lesz, hölgyeim és uraim. LCS magasságokba kerül a mérkőzés mennyiség, sőt vasárnap aztán még durvább, tehát déltől akár délig tart, déltől akár éjfélig tart. 12 óra. A másik dél, ugye? Sőt. Igen. Tehát, hogy 2 BO3, a 2 elődöntő, és éj középig tart még az a mérkőzés, hogyha a BO5 szíriát kihasználják a döntősök, és még bárki bekerülhet a döntőbe, tehát az is, aki ma kikapott, az is még alsó ágra kerül csak maximum, úgyhogy nincsen itt gond. Legalábbis van lehetőség hát fölépülni, vagy egy picikét, hát hogy is mondjam, rendbe tenni a dolgokat. Meglátjuk, hogy mit sikerül kialakítani a csapatoknak. Viszont most itt vagyunk a Rocks Tigers és az H2K összecsapáson, ami végtelenül izgalmas a sikeredet. Az H2K jó ritmust kapott el. Jogos. És nem nagyon tudott mit csinálni vele amúgy a Rocks Tigers. Sem csapat kompozíciójában nem tudta érvényesülni. Olyan, most konkrétan ezt a Zedet lesznowballozták, csókolom. És emellett a Jean kapott annyi gyilkosságot, amennyit nagyon ritkán látunk egy Jean-től, főleg itt a 7.3-as meg a 7.2-es defenzív ADC, illetve support ADC metában. Volt 7 gyilkossága már a 30. percben. Még olyan a másik oldalon adott, hogy az ellenfél becsinált, egyszerűen hihetetlen volt ez az ő részükről. Tehát, hogy és távol lehetett tartani a többieket. Tehát ez is fontos volt. Az utolsó csapat küzdelem előtt nem nagyon lehetett odafigyelni, oda érni amúgy Nuklírhez. Febiben bement a buliba, vele kellett foglalkozni. Ugyanezt el lehetett mondani Jankoszra is, akiben amúgy töménytelen sebzés volt. Tehát nagyon, nagyon jól összeállította az H2K, úgy gondolom, ezt az egész mérkőzést. Igen. Buci, még mielőtt elmegyünk a kellően hosszú szünetre, hiszen Intel Extreme Masters van, tehát bőven elemeznek a kinti kollégák, lesz egy 8 perces szünet, és utána is egy kiszámíthatatlan hosszúságú elemző asztal, tehát még mielőtt jövünk vissza a következő tiltási és választási fázisra. Mit gondolsz a két játék alapján az H2K mennyire esélyes a Rocks Tigers ellen, aki nyilván nem... Simán elhozhatja ezt a mérkőzést. Tehát ugye ezért mondtam, hogy nem tudnék most azt mondani, hogy melyik csapat talán az esélyesebb. Most nagyon meggyőző volt egyrészt Jankosznak az Alice játéka, a középső ösvényem Febiván tényleg megmutatta, hogy ő a francia csoda gyerek, tehát hogy így... Én majd valamikor egyszer összehozzuk. Milyen jó lenne egy AK Febiván közös találkozó a csoda gyerekek Zeddel. Vagány lenne. Na, ezen az alcíme vágott, tehát hogy a csoda gyerekek Zeddel. Na de majd ezt is megnézzük, most pedig jöjjön egy rövidke szünet, rövidke, majd aztán érkezünk vissza a döntő mérkőzésre. Új, és Lallernek egyébként köszönjük még a feliratkozó. Laller, és a 2016-os, szólja az idejének is, hogy majd iratkozzon fel. Sziasztok!